lehet szeretni a matematikában? Én a szabadságot és a teremtést szeretem benne a legjobban, a teremtés szabadságát. Hogy Bolyai János írta édesapjához a levelében, amikor megalkotta az új geometriát, a semmiből egy új világot teremtettem. Ez jól hangzik, és valóban kuriózumnak számított akkor. Azóta viszont a teremtés és az új világok teremtése a matematikában bevett gyakorlattá vált. Most is egy ilyen teremtési folyamatot szeretnék bemutatni. A teremtés az mindig a képzeletünkben, a fantáziánkban zajlik, és a végeredményt valami nagyon intim kapcsolat köti össze a valósággal. Kezdődhet a teremtés. Először is kell hozzá egy probléma. Esetünkben ez az, hogy milyen lehet a tér alakja. Kérem szépen, hogy csukjátok be a szemeteket, egy utazásra szeretnélek meginvitálni titeket, majd szólok, hogyha kinyithatjátok. Képzeljük el a végtelen világegyetemet. Kiválasztjuk a csillagos égbolton a kedvenc csillagképünket, és gondolatban elindulunk arrafelé. Elhagyjuk a Föld légkörét, lassan magunk mögött hagyjuk a naprendszert, magunk mögött hagyjuk a tejutat, újabb és újabb galaxisokkal találkozunk, újabb és újabb mintázatok jönnek velünk szembe a végtelen világegyetemben. De mi van, ha a tér véges? Akkor megyünk az űrhajónkkal, egyszer csak beleütközünk egy láthatatlan falba, és mi van azon kívül? Ami a falon túl van, az már nem a tér? Akkor az micsoda? Nyilván ez így valahogy nem jó. Kinyithatjátok a szemeteket. Egy véges térnek valamilyen alakja van. Úgyhogy akkor próbáljuk megközelíteni a problémát valahogy az alak szempontjából. Minek van alakja? Térbeli tárgyaknak szoktunk az alakjáról beszélni. Ez a labda például gömb alakú. Ez a guriga, ez henger. Ez az úszógumi pedig, na ezt úgy hívják, hogy tórusz. Az alak a tárgyak térbeli viszonyairól szól, ez az ő térbeli alakjuk. De akkor hogyan lehet alakja magának a térnek? Most elérkeztünk a teremtés második fázisához, amikor is rájövünk, hogy ez így nem működik. Ilyenkor persze föl is adhatnánk, de ehelyett a matematikában azt szoktuk csinálni, hogy visszamegyünk valami nagyon alapokhoz, és megpróbálunk jobban megérteni, mélyebben megérteni olyan dolgokat, amiket egész eddig életünk során érteni véltünk, és soha nem jutott eszünkbe megkérdőjelezni. Nevezetesen próbáljuk meg megérteni a tárgyaknak az alakját önmagában, minthogyha nem lennének benne a térben. Sőt, mintha ők maguk lennének egy világ, egy tér. A probléma nem teljesen új keletű, hogy a történelem során mindenféle elképzelések voltak a Föld felszín alakjával kapcsolatban is. Voltak olyan kultúrák, akik úgy képzelték, hogy a Föld egy hatalmas sík, végtelen sík. Voltak, akik úgy képzelték, hogy egy hatalmas nagy körlap. Na most, akik úgy képzelték, hogy egy körlap, ebben már benne van igazából a világ vége víziója is, ugyanis egy utazó, ha elég sokáig megy, eléri a körlap szélét, hát onnan nincs tovább. Ma ugye a Földet gömbfelület alakúnak képzeljük. Hová tűnt a világ széle? Hogyan lesz a körlapból gömbfelület? Hát például így. Na most a Magellán körutazása egy döntő érv volt amellett, hogy a Földet gömbfelület alakúnak képzeljük, de mindig egy irányba menve, soha vissza nem fordulva, végül mégis visszaért a kiindulási helyére. De vajon ebből tényleg következik, hogy gömbfelület alakú a Föld? Esetleg vannak más lehetőségek is. Snake világa, ez a képernyő. Ez is egy véges világ, továbbá nincsen széle, ha a Snake kimegy az egyik oldalon, akkor visszajön a másikon, semmiféle traumát nem okoz számára a monitor szélén való áthaladás. Ebben a világban is lehet Magellán jellegű körutazásokat csinálni, az előbb Snake éppen azt csinálta. Ráadásul, ha fönt
fölfelé hagyja el a képernyőt, akkor meg lentről jön be. Vajon milyen alakú lehet a Snake világa? Hát, ugye, ha egyik oldalon kimegy, a másik oldalon bejön, az valójában azt jelenti, hogy ilyen irányba hengerré van összeragasztva a Snake-nek a világa. És mivel, hogyha fönt kimegy, akkor meg lentről jön be, az azt jelenti, hogy a Snake világa ilyen irányban is henger. Tehát mi lehet az, ami így is henger, meg úgy is henger? Hát egy hengert kell még újra hengerré összezárni, és ez így egy tórusz. Tehát a Snake egy tórusz felületen él. Na most, vegyük észre, hogy már is két különböző nézőpontból találkoztunk magával a tórusszal. Egyrészt ismerjük, mint háromdimenziós térbeli alakzat, sőt használati tárgy, ugye rárakjuk különböző járművekre belső gumiként, meg ráhúzzuk a gyerekünkre, hogy ne süllyedjen el a Balatonban. De Snake világaként, önálló élőhelyként, önálló világként is találkoztunk a tórusszal. Sikerünkön felbuzdulva, próbáljunk meg kísérletezni, hogy mi módon tudna még önmagába záródni a Snake világa. Például így. Ezt az új élőhelyet érdemes kipróbálnunk egy kiterjedtebb élőlénnyel, ugyanis a gyík példáján lehet látni, hogy azok a testrészei, amik lejjebb hagyják el a képernyőt, azok végül följebb térnek vissza. Ez azt eredményezi, hogy a gyík egyszer körbeérve végül megtükröződik, eredeti önmagának a tükörképe lesz. Persze a gyík számára semmilyen traumát nem okoz megint csak a képernyő szélén való áthaladás, sőt, nincs az útja során olyan pont, hogy na most tükröződött meg a gyík. Egyszerűen csak olyan a világának az alakja, hogy az egyszer körbe menő lények önmaguk tükörképeként térnek vissza. Ha megnézzük ugyanezt az utazást a gyík szemszögéből, azt látjuk, hogy egyszer körbeérve ő nem érzi, hogy vele bármilyen gond történt volna, hanem a körülötte lévő világot érzi megtükrözöttnek. Szerencsére, hogyha kétszer körbe megy, akkor már minden helyre áll. Na vajon milyen felületen élhet a gyík? Hát szóval, ha kimegy az egyik oldalon, akkor bejön a másikon, tehát ezt is, itt is össze kell ragasztanunk a papírlapnak a két szélét. Azonban minél lejjebb megy ki, annál följebb jön vissza, tehát ezt megcsavarva kell összeragasztanunk, és ez így egy Möbius szallag. Tehát a gyíknak az élő helye az egy Möbius szallag. Na most legyünk vakmerőek és menjünk még tovább. Mi lenne, hogyha még ehhez hozzávennénk azt a mozgási szabályt is, mint a kígyó esetében, hogy ha fönt kimegy, akkor lentről jön vissza, és ezt már megtükröződés nélkül csinálja. Akkor valami olyasmit kéne csinálni, hogy ilyen irányban hengerré zárom, mint a tóruszt, viszont ezt a két végét is össze kell ragasztanom, de nem úgy, mint a tórusznál, hanem valahogy ilyen Möbius szalagszerűen megcsavarva. Na, hogyan lehet ezt megcsinálni? Látjuk tehát, hogy ilyenkor egy Klein kancsón élne a gyík. Na most, ezen a módon izgalmasabbnál izgalmasabb világokkal találkoztunk, ráadásul mindegyikkel kapásból két teljesen különböző nézőpontból. Ugye látjuk őket önálló élőhelyként, amin a mozgásnak a szabálya határozza meg, hogy milyen alakú a világ. És hogyha meg ugyanezt megpróbáljuk ezeket háromdimenziós térbe belerakva ábrázolni, akkor meg ilyen nagyon furfangosan önmagukba csavaródó felületeket kapunk.
Föltűnhet azonban, hogy a legalapabb mindenki által eddig is ismert felülettel, a gömbfelülettel nem találkoztunk. Tehát hogyan nézne ki a Snake játék, ha a Snake egy gömbfelületen mozogna? Hát emlékezünk vissza rá, hogy hogyan kaptunk a körlapból gömböt. Össze kell húzni a szélét egy ponttá, mint a batyú esetében. Tehát ez a térkép, ez egy nagyon-nagyon torzító térkép, de a teljes pereme a körlapnak az egyetlen pont, nevezetesen a déli sark. Hogyha ezen a körlapon mozogna a Snake, és azt akarnánk, hogy gömbfelületen mozogjon valójában, akkor hogyha eléri a körlapnak a szélét, akkor valójában elérte a déli sarkot, és mivel mindegyik pont a déli sark, ezért ő maga eldönthetné, hogy honnan szeretne visszatérni. Na most, ez egy nagyon torzító térkép, térképészetileg máshogy is szokták ábrázolni a gömböt. Ebből a térképből például úgy lehetne gömböt csinálni, hogy a kelet-nyugati szélét azt össze kell ragasztani egy hengerré, és az északi perem az egyetlen pont, az az északi sark, a déli perem az meg végig a déli sark, tehát ott olyan, mintha két ilyen batyumadzagot kellene összehúzni még a hengeren, így is gömbfelületet kapunk. Na most igazából elérkeztünk a teremtés utolsó fázisába. Az eddig ismert objektumainkat, sőt még többet is, megismertünk kétféle szemszögből, tehát most már el tudjuk őket képzelni, mint önmagában vett világok is, és ezzel igazából most már képesek vagyunk új világok teremtésére. Tehát most már belevághatunk abba, hogy hogyan képzeljünk el egy véges teret, egy háromdimenziós önmagába záródó világot. Hát próbáljuk meg a háromdimenziós toruszt elképzelni első körben, hogyha sikerült, majd utána tovább mehetünk. Tehát a Snake játék mintájára hogyan képzelnénk el egy háromdimenziós toruszt? Hát most akkor ne téglalapból induljunk ki, hanem háromdimenziós, akkor egy kocka. Vegyünk egy nagy kockát, és a szemközti oldalpárjait kell gondolatban összeragasztani. Vagyis ebben a háromdimenziós játékban a Snake kimegy előre felé, akkor visszajön hátulról. Ha kimegy balra, akkor visszajön jobbról. Ha pedig kimegy fönt, akkor meg lentről jön vissza. Most ennek a kockának valójában nincsenek falai, hanem úgy is képzelhetjük, hogy ez a világ, ami a kocka belsejében van, ez újra és újra ismétlődik mind a hat irányba, mind a hat lap mentén. Hogyha a világegyetemünk történetesen ilyen alakú lenne, vagyis háromdimenziós tórusz, akkor egy csillagász, hogyha egy nagyon jó távcsővel előrefelé néz, végül megláthatná a saját tarkóját. Na most már akkor végképp vérszemet kaphatunk. Próbáljunk meg valami klenkancsószerű háromdimenziós teret megalkotni. Hát nem kell hozzá más tenni, csak valamelyik szemközti lappárját a kockának, de hagyományos módon ragasszuk össze, hanem megtükrözve, mint a klenkancsó esetében. Ez egy olyan világot eredményezne, egy olyan háromdimenziós véges teret, amiben lehetséges olyan körutazás, hogy elindulunk az űrhajónkkal, megyünk előre, soha vissza nem fordulva, majd aztán egyszer csak újra megpillantjuk a naprendszert, azonban azt tapasztaljuk, hogy a bolygók ellenkező irányba keringnek, mint amikor elindultunk. Jó, nem baj, attól még leszállunk a Földre. Hát ott meg azt veszük észre, hogy a nap másik oldalon kell fel, mint szokott. Nyugaton kell, és keleten megy le. Most már végképp kíváncsiak vagyunk, mi történhetett, megkeressük az ismerőseinket, kiderül, hogy a másik oldalukra került az anyajegy, mint ahol eredetileg volt, másik oldalon dobog a szívük. Ők meg kikérik maguknak, hogy velük bármi is történt volna, amíg mi oda voltunk, hanem azt fogják nekünk mondani, hogy igazából mi vagyunk a régi önmagunk tükörképei. Ilyen tulajdonságokkal rendelkezne egy klenkancsó jellegű véges világ.
Na, utolsó példaként próbáljuk meg elképzelni akkor egy háromdimenziós gömbfelület alakú világegyetemet. Hogyan nézne ki? Hát ahhoz az egy hatalmas nagy golyót kell vennünk a körlap helyett, és az a mozgási szabály, hogy ha elérjük a golyónak a szélét, akkor eldönthetjük, hogy honnan szeretnénk visszatérni. Úgy is mondhatjuk, hogy összehúzzuk egy háromdimenziós batyunak a körlap madzagját. Tehát véget ért a teremtés, megértettük, hogy hogyan lehet ilyen háromdimenziós véges világokat elképzelni. Én ettől boldog vagyok. Azonban mindig jönnek a kételkedő kérdések, hogy de mégis mire jó ez? Mi ennek a gyakorlati jelentősége? Az általános kérdést én lefordítom egy kicsit megfoghatóbbra. Mi köze van mindennek a valódi tér valódi alakjához? Hát közvetlenül semmi. De csak közvetlenül semmi. Mert itt jön képbe az a bizonyos intim kapcsolat a valósággal. Vegyünk valami gyakorlatból vett példákat, mondjuk a GPS és az atomenergia. Mindkettőnek a működéséhez szükség van az úgynevezett általános relativitás elméletre. Az általános relativitás elmélet egy olyan téridő leíró elmélet, amit Einstein 11 évvel a speciális relativitás elmélet után alkotott meg. 11 év. Mire kellett neki ennyi idő? Mi hiányzott hozzá, hogy megcsinálja az általános relativitás elméletet? Hát az, hogy tudja értelmezni a tér önmagában vett alakját. Tehát pont az, amiről most beszéltünk. Tehát az a vicces az egészben, hogy nem mondtuk meg, hogy mi a tér alakja, csak magát a kérdést értelmeztük, képzeletben teremtettünk válaszlehetőségeket, de már ez is új világokat nyitott meg számunkra.